A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket a köztérben a Székesfehérváron megvalósult fejlesztésekkel és a Budapest-Balaton kerékpárúttal foglalkozunk, számítunk figyelmükre. Kormányzati támogatással újultak meg a történelmi emlékhelyek Székesfehérvár keleti határában. A Csúcsoshegy tetején hatalmas faragott kőtömb emlékeztet a magyar történelem egyik meghatározó eseményére. A hagyomány szerint 1222. április 24-én II. András ezen a helyen hirdette ki a nemesség jogait rögzítő arany függőpecséttel ellátott királyi oklevelet, az aranybullát. II. András ezen a hegyen hirdette ki az aranybullát 1222-ben, aminek most 800. évfordulójára emlékezünk. Emlékezünk arra a nagy tetre, ami mindösszesen 7 évvel követte a Magna Chartát, és ez is mutatja és bizonyítja, hogy Magyarország, a Magyar Királyság akkor az Árpádok korában Európa élvonalában volt, az egyik legerősebb, leggazdagabb állama volt. Ennek az emlékműve áll itt ezen a hegyen, ennek az eseménynek az emlékműve erre emlékezve, amelyet most a 800. évfordulóra megújítottuk a zöld környezetet, minden fát szinte érintetlenül hagytunk, és nagyon sok növényt telepítettünk, cserjét, növényt, fákat. Építettünk egy színpadot, kilátó helyet is, a színpadként is szolgálhat a jövőben. Megszüntettük itt az autóparkolót, és különböző utakon, módokon, lépcsőkön lehet eljutni a domb tetejére az emlékműhöz. A kerek évforduló alkalmából kormányzati támogatással megújult az emlékhely és annak környéke. A korszerűsítés során egyebek mellett egy rendezvényterületet is kialakítottak, amely egyfajta kilátó teraszként is funkcionál. A rendház megújítása, az egy a történeti kiállítóhely kőtár létrehozása és ennek az emlékműnek a felújítása, ez volt a három fontos pillére az elmúlt években az Árpádház programnak, amit természetesen a jövőben szeretnénk folytatni. Ez az Árpádház program része volt, több mint 600 millió forintot kaptunk erre a felújításra a program keretében. Ez pedig már a nemzeti emlékhely, ahol az első István által építetett bazilika állt egykoron. A Székesegyházban őrizték a koronát, a királyi hatalom jelvényeit, az ország kincstárát, illetve levéltárát, és természetesen itt állt a trónus is. Rendeljük, hogy minden esztendőnként, Szent István napját, ha csak valami nagyon nehéz foglalatosság vagy betegség meg nem tiltaná, Székesfehérvárat tartozzunk ülleni. Így rendelkezett II. András az Aranybulla első cikkeiben, és 800 év elteltével is a város legfontosabb eseménye a Szent István ünnep köré szervezett rendezvénysorozat. Ennek az országnak a történelmére gondolunk, akkor a gyökér az az Árpádház. Az a 300 év, ami gyakorlatilag életben tartja a mai napig ezt a nemzetet. Ez a 300 év tele volt konfliktussal, zűrökkel, zivatarokkal, de mégis egy fantasztikus életerőről tett tanúságot. Valami olyan életerőről, amire céloz Adi, őrzők, vigyázzátok a strázsát kezdetű versében, és nem véletlen, hogy ezekkel a sorokkal Latinovics Zoltán tolmácsolásában kezdődik minden évben a koronázási szertartás játék. Mert ezek a királyok, ezek őrzők is voltak. Őrzők is voltak, őrizték a hagyományt, őrizték azt az adományt, amit egymástól szereztek és átadtak, továbbadtak, és ami nélkül tulajdonképpen ma nem is léteznénk. Idén augusztusban 10. alkalommal rendezik meg a szertartás játékot 3. András az utolsó aranyágacska címmel. A páratlan produkció sorozat utolsó fejezetének mottója összegzés, megőrzés, továbbadás.
És szerencsére az idei királyi napok az olyan lesz, mint amilyennek megszoktuk és megszerettük, minden olyan programelemmel, sőt kiegészítő programokkal is, ami miatt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az ország egyik legrangosabb történelmi fesztivál sorozata, rengeteg kulturális értékkel, és a családok apraja nagyja, úgy hiszem, hogy jól tudja magát érezni Fehérváron augusztus 20 előtt ebbe a másfél hétbe, és nagyon nagy öröm, hogy ezen belül ennek a kis központi eleme a koronázási szertartás játék megrendezésre kerülhet. Augusztus 19, 20 és 21-én lesznek az előadások. Itt a Nemzeti Emlékhelyen különleges lesz a darab, Harmadik András és élete fog megjelenni, megelevelenni. Emellett nyilván ez egy kicsi összefoglaló is az Árpád ház tekintetében. Ja, annak idején, amikor elindult ez a program, akkor az egyik fontos célja nyilván a történelem, a történelmi alakjaink bemutatása, adott történelmi korszak eseményeinek a felidézése, de ezzel párhuzamosan és mellett az is, hogy ráirányítsuk a figyelmet magára a Nemzeti Emlékhelyre. Annak az ügynek a fontosságát jelezve, hogy mit jelent a nemzet történelmi bölcsője, és hogyan kellene erre a területre nézni, különös tekintettel arra, hogy két nagyon kerek ezredik évforduló következik, Szent Imre és Szent Istvánra emlékezünk majd 2031-ben és 2038-ban. Én azt hiszem, hogy a nemzet történelmi bölcsőjének akkor máshogy kell kinézni, mint ahogy ez most látható és elérhető, és ebben a koronázási szertartásjátéknak fontos szerepe volt. Ezért indult el az Árpád ház program, ezért újulhatott meg a múzeum, jöhet létre a kőtár és látogatóközpont, ugye a volt köztársaságmozi épületébe, és meggyőződésem, hogy részben ennek köszönhető az is, hogy az Árpád házról szóló nagy nemzetközi kiállítás is itt ma van Fehérváron. Nagyon nagy nézettséggel, látogatottsággal, mindegy 35 ezer látogatóval már, és sikerült augusztus végéig meghosszabbítani. Ez viszont azt jelenti, hogy a királyi napok alatt is elérhető lesz, és kombinált jeggyel egyébként, ha valaki a koronázási szertartásjátékot megnézi, és ezt a kombinált jegyet vásárolja meg, akkor meg tudja nézni a kiállítást, ráadásul különleges tárlatvezetést is kap, és hozzá egyfajta kis történelmi felvezetését annak, amit aztán a szertartásjáték keretében itt a Nemzeti Emlékhelyen látni fog. Azért is különleges ez a három nap, mert a mai tudásunk szerint több ok miatt is, de a jövőben már nem itt kerül megrendezésre a koronázási szertartásjáték, nem a Nemzeti Emlékhelyen. Az azt jelenti, hogy idén lehet utoljára itt ezen az autentikus helyszínen ezt megnézni. Augusztus 19-én, 20-án és 21-én várunk mindenkit nagy szeretettel ide a Nemzeti Emlékhelyre, a királyi napokon belül, hogy ezt a szertartásjátékot megnézve azt a büszkeséget érezze, hogy ezek az események, legalábbis ami a koronázást jelenti, legalábbis ami az állam irányítását jelenti, azok annak idején itt ebben a városban történtek, akár éppen ezek kövek között. Székesfehérvár történelmi öröksége vonzó a látogatók számára, akik ezzel a felújított panoráma Ikarusz busszal járhatják végig a nevezetességeket. Egyetlen kirándulásból sem maradhat ki a Sóstó természetvédelmi terület sem, amely különleges színfoltja a városnak. Az ökotúrák során a látogatók elé tárul a térség gazdag növény- és állatvilága, 5 évvel ezelőtt több milliárd forintos kormányzati segítséggel átfogó ökológiai szemléletű rehabilitáció kezdődött, amelynek utolsó állomásaként elkészült a vadvédelmi központ is. Itt találnak menedéket és kapnak gondos ellátást a bajba jutott védett madarak, emlősök és hüllők. Ő nincs készhez szoktatva, vagy ha készhez lenne szoktatva, akkor így kigömbbe jönne. De igazándiból, hogyha egy sűn kiveszünk, akkor így viselkedik, és közben puffog. A vadmentő központ egyik első lakóját mutatja a vezető állatorvos. A nyitás óta mindössze 3 hónap telt el, azonban már több száz állaton segítettek a szakemberek. A gondos ápolásnak köszönhetően a kis páciensek gyógyultan, megerősödve térhetnek vissza természetes élőhelyükre. Ezek között vannak emlősök, kétértőek, hüllők, madár is nagyon sok, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jól működik a központ. Egyből már tényleg nem is csak az, hogy a városi szinten, hanem a megyéből, egész Dunántúról kapjuk ezeket az állatokat. Tényleg nagyon sokan lelkesen idehozzák hozzánk, és mi a legmagasabb szinten elhivatottsága és a legmodernebb körülmények között igyekszünk őket rehabilitálni, és utána visszaengedni a természetes környezetükbe. Misi Mókus májusban törött lábbal érkezett a vadvédelmi központba, most pedig egészségesen, fürgén tért vissza a természetbe, hogy elmesélje kisbarátainak, hogyan gyógyították meg a 600 millió forintból kialakított állatbarát létesítményben.
Több mint 2,5 milliárd forintból épült meg a Budapest-Balaton kerékpárút frissen átadott szakasza. A június 17-én átadott első szakasz Budapest határa és egyek között, a második rész pedig már a Velencei tóig kínál biztonságos tekerést. Ez a 32,6 kilométeres táv vegyesen tartalmaz meglévő bicikliutakat, de több helyen létesítettek önálló sávokat, és volt, ahol földutakat aszfaltoztak le. A kormányunk azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 2030-ra Magyarország a legélhetőbb országok közé tartozon. Élhetőségnek, mint tudjuk, nagyon sok különböző feltétele van. De az egyik kétség kívül az az, hogy hogyan éljük a mindennapjainkat, mit csinálunk szabadidőnkben, milyen olyan lehetőségeink vannak, hogy az ülő munka után elfáradjunk, megküzdjünk a meleggel, hőséggel, és egyáltalán jó mentális állapotba kerüljünk. Van egy olyan kutatás, sőt nem is egy, hanem több is, ami azt mondja, hogyha valaki egy héten 2,5 órát mozog, akkor annak az embernek az egészségben eltöltötte várható élettartama 4,2 évvel nő. A mi államtitkárságunknak az a célkitűzése, hogy megteremtsük a feltételeket. Megteremtsük a feltételeit annak, hogy az emberek sokat tudjanak mozogni. Biztos ismerik Mallorynek azt a mondását, hogy hát miért mászta meg a Mount Everestet, miért ment fel arra a hegyre, és azt mondta, hogy hát azért, mert ott van. És az a célkitűzésünk, hogy minden magyarországi embernek legyen, lakjon faluban, városban, községben, megteremtsük a feltételeit, hogy lakóhelyéhez egész közel tudjon rendszeresen mozogni, illetve megteremtsük annak a feltételeit, hogy Magyarországon tudjon aktívan kirándulni, aktívan tudja eltölteni a szabadságát. És ennek a programnak egy nagyon-nagyon régi vágya az az, hogy a budapesti főváros egy kerékpárúttal össze legyen kötve a Balatonnal. Olyan régi vágy, hogy 2011-ben hozott döntést erről először a kormány. Isten malmai és a név úthengerei lassan őrülnek, illetve lassan bitumeneznek, mert most 2022-re jutottunk el oda, hogy a Budapest-Balaton kerékpárútnak a következő szakaszát, a második szakaszát átadjuk. Az első szakaszban Gulyás miniszter úrral átadtuk Budapest határától egyekig a kerékpárutat. Nem akartuk sokat terhelni az átadással a kerékpáron érkezőket, ezért a következő szakasz, az most 32,6 kilométer, ez egyektől a Velencei tóig került átadásra, és ezt követően körülbelül egy hónap múlva, augusztus 25-26-ára kerül majd forgalomba helyezésre a Székesfehérvár Balaton akaratja közötti szakasz. Úgyhogy augusztus végén ezt a szakaszt is át fogjuk adni, ugyanúgy végigbiciklizzük, ez is körülbelül 31 néhány kilométerre lesz. És ezáltal, hogyha ezt a szakaszt is sikerül átadni, és a székesfehérvári átvezetés is megvalósul, akkor nyugodtan mondhatjuk, elkészül a Budapest-Balaton kerékpárút. És már most szeretnék biztatni mindenkit, hogy edzen, mert jövő tavasszal ne ki fogunk vágni a Budapest határától. Jönnénk Budapest központjából is, de az a helyzet, hogy sikerült a kormánynak gyorsabban megépíteni Budapest határától a kerékpárutat Balatonig, mint a fővárosnak Budapest centrumából Budapest határáig. Úgyhogy ebben a pillanatban csak Budapest határától tudunk indulni, és el fogunk biciklizni egészen a Balatonig. Úgyhogy már most kérek mindenkit, hogy edzen erre a túrára, mert egy nap alatt a következő év tavaszán, még nem tudjuk a pontos időpontot, de ezt a utat egybe végig fogjuk nézni. Megpróbálunk egy-két minisztert is elcsábítani, hogy lássák, hogy milyen módon fejlődik az ország. Megpróbáljuk az összes térségbeli országgyűlési képviselőt is elhívni, akinek a területén keresztül megy a kerékpárút. Próbálunk rájuk odafigyelni, hogy ne tévedjenek el útközben. Tehát, hogy figyelünk, és ebben az esetben jövő tavasszal végig fogjuk járni a Budapest-Balaton kerékpárutat. És hogy tényleg miért is fontos. Az előbb mondtam azt, hogy 2,5 óra heti mozgás az 4,2 egészségben eltöltött plusz életévet jelent. És a mi államtitkárságunk abban a perspektívában dolgozik, hogyha mondjuk 100 000 embert rá tudunk venni arra, hogy heti 2,5 órát mozogjon, az plusz 420 000 egészségben eltöltött életévet jelent a magyar társadalomnak. Ha netán 1 millió embert rá tudunk venni a feltételek megteremtésével arra, hogy
rendszeresen heti 2,5 órát mozogjon, akkor már is 4.200.000 évet adunk a magyar társadalomnak, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szép dolog ebben a perspektívában dolgozni. És hogy ez a kerékpárút, ez nem csak a mozgást szerető embereknek ad nagyon sokat, hanem azt is ki kell emelni, hogy a térségnek is. Itt én teljesen biztos vagyok benne, és őt már most is láttuk, még a most frissen átadandó kerékpárúton is már szembe is bicikliztek elég sokan, meg jöttek mögöttünk is, hogy ezt a kerékpárutat rengetegen fogják használni. És ha rengetegen használják, akkor itt nagyon sok térségi szolgáltató a kerékpárút használóknak köszönhetően meg fog tudni élni, jól fog tudni járni. És arról is kell néhány szót szóljak, hogy nem a legrövidebb, többen kifogásolták Magyarországon, hogy nem a legrövidebb útvonal lett kiválasztva, és valóban ezt a kerékpárutat akár úgy is lehetett volna dönteni, az autópálya mellett ott elhozzuk, és rövidebb idő alatt is gyorsabban lehetett volna jutni a Balatonhoz. De nem ez volt a cél, ez egy kerékpáros turisztikai útvonal, és ezért a térség legnagyobb nevezetességeit próbáltuk felfűzni erre az útvonalra. Tehát a múltkor keresztül bicikliztünk a Biatorbágyi viadukton, tényleg mindenki látta, hogy fantasztikus volt, lélegzetelállítót keresztül biciklizni. Aztán érintjük most Egyeket, és tényleg gyönyörű szépen van felfűzve ez az útvonal. Nem feltétlen az a cél, hogy a lehető leggyorsabban elérjünk a Balatonig, hanem az a cél, hogy a lehető legszebb útvonalon elérjünk. És aki látta ezt a kerékpárutat, vagy most és az elmúlt alkalommal velünk biciklizett, az tényleg látta, hogy ez a kerékpárút, ez tényleg gyönyörű, lélegzetelállító, és én nagyon-nagyon bízom abban, hogy nagyon-nagyon sok kerékpáros az elkövetkező években, évtizedekben örömmel fogja ezt használni. Bízom benne, hogy a térségből nagyon-nagyon sok szolgáltató, szállásadó, fagylaltos, kocsmáros jól fog járni ennek a kerékpárútnak köszönhetően, és ennek a kerékpárútnak köszönhetően én bízom abban, hogy jobb lesz társadalmi szinten is a mentális állapotunk, egészségesebben fogunk élni, kiegyensúlyozottabbak leszünk, és nyugodtan mondhatom, hogy ennek a kerékpárútnak köszönhetően szerintem egy kicsit boldogabb is lesz Magyarország. Teszeli Zoltán a térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, hogy a 11 évvel ezelőtti terveket sikerült megvalósítani. Az új szakasz gyönyörű tájakon és településeken visz keresztül. Örömteli, hogy a most átadásra kerülő kerékpárút hálózati elem az csak Pannonia szívén vezet keresztül, hiszen ahogy beérkezünk Biatorbágy felől Egyekre, Budapest szőlőskertjére, az már Pannonia szíve, és itt, ahol állunk Velencén az északi strandnál, az még mindig az, és a következő szakasznak az első része is a Pákozdi térségben mozog, az még Pannonia szívét érinti. Én mindenek előtt nagy tisztelettel szeretnék köszönetet mondani Magyarország kormányának, hogy azt a programot, amelyet képviselőtársam államtitkár úr Révész Máriusz fémjelez, ezt felkarolta, és hogy 11 évvel ezelőtt eldöntötte, hogy ez a kerékpárút Budapest és Balaton között meg fog épülni. Hogyha Egyekre tekintünk, ez Pannonia szívének az átlós hajója, hogyha pedig a másik végpontra, a Velencére, a Velencei tóra, akkor ez pedig Pannonia szívének az egyik égköve, még akkor is, hogyha ebben a nehéz aszályos időszakban most minden vízparti település azért aggódik, hogy hogyan lehet ezt a vízszintet még tartani, hogyan lehet megfelelő oxigén szintet tartani a vízben, hogy a halak pusztulását elkerülhessük, és eleve gondolkodik azon, hogy hogyan léphetünk tovább, hogyan lehet ebben a megváltozó klímában a tavainkat megmenteni. De a mai nap nem erről szól, hanem az örömről. Én szeretném megköszönni azoknak, akik velünk kerékpároztak ezen a közel 33 kilométeres úthosszon. Láthatták azt, hogy Isten kegyelméből mi a világ egyik legszebb helyén élhetünk,
köszönet ezért, és most már meg tudjuk mutatni másoknak is, hogy mennyire csodálatos ez a hely. Köszönet minden érintett település vezetőjének, akik segítettek abban, hogy ennek az útnak a nyomvonala megmutassa azokat a szépségeket, amelyeket mi helyben élők fontosnak tartunk. De ez nem csak turizmusról szól. Ez a helyben élőknek az életkörülményein is javít, hiszen a belső közlekedést is teljesen meg fogja változtatni. Nem csak a sportolás felé nyit egy kaput, hanem bent a településen belül a mindennapokat is segíti. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy 2 milliárd 691 millió forint elköltésével két nagyszerű kivitelező, a Kollasz és a Svitelszki megvalósította ezt a kerékpárutat. Én azt kívánom, hogy Pannonia szívében azok a további kerékpárút hálózati elemek, amelyeket már megkezdtünk, amelyeknek már a tervezését is befejeztük, amely a Budapest-Balatonra egy keresztirányú mozgást tesz lehetővé, összekötve Etyek települést egy irányból Ercsi, másik irányból pedig Esztergommal. Ez is egy nagyon fontos úthálózati elem lehet. Ennek hosszú szakasza már kiépült, hiszen Martonvásár és Tarján között kiépült kerékpárút áll rendelkezésre. Innét a tervek Péliföld-Szentkeresztig elkészültek, kiviteli terveink vannak, Esztergom felől pedig a Komárom-Esztergom megyeiek érkeznek el eddig a pontig. Úgyhogy azt reméljük, hogy a közeljövőben ezt is megvalósíthatjuk. Én egészen biztos vagyok benne, hogy ez a beruházás a közeljövőben két oknál fogva is fel fog értékelődni. Láthattuk a pandémia idején, hogy a belföldi turizmus mennyire megerősödhetett, és az a turisztikai ág, amely az egészséget szolgálja, az talán még inkább. Reméljük, hogy a pandémia olyan mértékben, ahogy az elmúlt években már nem jön vissza, de az egészséges életmódra mindenképpen ráirányította a figyelmet. A másik pedig a országhatárainknál zajló háború okán, a háborús infláció miatt már most is egész biztos vagyok benne, hogy ez a kerékpárút ebből az összegből nem lenne megvalósítható, sokkal nagyobb forrást kellene rá biztosítani. Tehát szerencsénk volt, hogy időben gondolkodtunk, időben terveztünk, és most itt átadáson lehetünk, amely hosszú időkre meg fogja határozni ennek a térségnek a turisztikai vonzerejét. Juhász Zoltán, a NIF ZRT útfejlesztési igazgató helyettese elmondta, hogy bő egy hónappal ezelőtt kezdődött meg az átadó sorozat, amelyek eredményeképpen a Budapest-Balaton kerékpárút 108 kilométeres szakasza érhető már el a bicikliseknek. A mai átadón, ahogy ez már elhangzott, ez az Etyek és Velence közötti majd 33 kilométeres szakasz, amiről pár szót kell ejtenünk, beszélnünk kell. Ez egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas nyomvonal. Mi is úgy vagyunk ezzel, ahogy ezt már államtitkár úr is említette, hogy összességében a legszebb és a legjobb nyomvonalat sikerült megalkotni, létrehozni ezen a szakaszon. A táj, a természet és a települések értékeit felfűzve minden kerékpáros megtalálhatja azokat az értékeket ezen az Bringa úton, kerékpáros útonon tekerve, amelyek kikapcsolódást, élményt, pihenést tudnak nyújtani, aktív pihenést tudnak nyújtani egy-egy ilyen alkalommal. Még akkor is, hogyha nem a Balaton az úti cél, csak az egyik településről a másik településre szeretnénk átjutni, ahogy ezt már elhangzott, akár egy jó fagyi erejéig, vagy meglátogatni az ismerősöket, barátokat. Ebből a nyomvonalból adódik az is, akik végigtekerték, azok láthatták is ezt. Ez nem egy önálló kerékpárúti nyomvonal, nem a klasszikus értelemben vett kerékpárutat hoztuk itt létre, nem az úgymond szakszóval érve az útügyi műszaki előírás szerinti 3 méter 30 cm szélességű burkolatot hoztuk létre. Több mint 18 kilométernyi vegyes forgalmú utat alkottunk meg a meglévő mezőgazdasági utak felhasználásával, burkolásával is. Ezzel is egy olyan kompromisszumos megoldást elérve, hogy mind a helyi mezőgazdasági forgalom, mind a kerékpárosok ugyanazt a felületet tudják használni, így minél kevesebb egyébként a természet által uralt területet kellett infrastruktúra elem szempontjából igénybe vennünk. Azt gondolom, hogy egy jó kompromisszum ez a természettel is.
és fel tudtuk használni azokat az utakat, amelyek eddig is egyébként valamilyen közlekedési módra alkalmasként voltak használhatóak. Vannak benne természetesen új nyomvonalú szakaszok is, itt Nadap és Velence között egy 1,9 km-es önálló kerékpárút szakasz található. Használtunk föl meglévő kerékpárúti elemeket, Gyúró és Tordas között például, ahol a meglévő kerékpárút került integrálásra ebbe az útvonalba. Én azt gondolom, amivel kezdtem is a beszédemet, egy zárszóképp azt kell elmondanom, hogy egy jó útvonal jött létre, szerintem mindenki számára rengeteg élményt és izgalmat tud nyújtani, és nagyon bízom benne, hogy mindenki megelégedésére fog szolgálni a jövőben, és napról napra nőni fog a kerékpárosok száma ezen az útvonalon is, és minden magyarországi kerékpáros útvonalon. Végezetül engedjék meg, hogy itt is, mint mindig, szót ejtsek, és megköszönjem mindenkinek az áldozatos munkáját, aki ebben a több éves időtávban, amíg ez a kerékpárút létrejöhetett, dolgozott, energiáját, lelkesedését beletette. Gondolok itt a tervező szakembereire, gondolok itt a kivitelező szakembereire, a NIV ZRT mérnök kollégáira, akik a műszaki ellenőrzést végezték a kivitelezés időtartama alatt. Gondolok itt a településekre, önkormányzatokra, képviselőkre, minisztériumi dolgozókra, hatóság szakembereire, akik mindvégig arra törekedtek, hogy a lehető legjobbat tudjuk kihozni ebből a nyomvonalból, és mindenki megelégedésére szolgáló útvonalat tudjunk létrehozni. És végezetül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a NIV ZRT részéről Márkus Istvánnak, Szabó Stellának és Jákub Beátának, hogy a beruházás kivitelezésének a felügyeletét és menedzselését ilyen precízen ellátták, és eljuthattunk ide a mai napon, hogy ez az átadó létrejöhetett. Székesfehérvár és Velence között most is lehet közlekedni biciklivel, Pákoznál azonban egy alternatív megoldást kell keresni a hatalmas forgalom miatt. Egy hónapon belül pedig Balatonakaratjáig is el lehet jutni biztonságosan, így végéhez ér a Budapest-Balaton kerékpárút projekt. Kedves nézőink, a köztérben a Székesfehérváron megvalósult fejlesztésekkel és a Budapest-Balaton kerékpárúttal foglalkoztunk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.